Évszázadok óta fantáziálunk más bolygókon létező idegen életformákról. És mivel az általunk ismert életnek vízre van szüksége, tengereket képzeltünk a Holdra, folyókat a Marsra, és tavakat Európa fagyos jégkérge alá. Ám eddig csupán port fedeztünk fel. Kivéve e vízzel borított kék márványgolyón, ahol a mélység bizarr lényeket rejt, amelyek versenyre kelnek bármely földön kívülivel. Tengernyi csodabogár, fura formákkal, sajátos rítusokkal és különös hálótársakkal. Itt, a föld mélységeiben, az idegenek világában. Mélység, az idegenek világa. Óceánok, a nagy ismeretlen. Ahhoz, hogy megértsd ezt a furcsa világot, először is a szárazföldi agyadat hagyd a parton. És ugorj egy nagy fejest! Első lecke. Felejtsd el, amit már tudsz. Mert idelent semmi sem az, aminek látszik. Sem egy növény. Sem egy szikla. Ez nem öl meg. De ez biztosan. Ám e sejtelmes alvilágban azzal, hogy bizarr vagy, önmagában nem nyerheted meg az élet mindennapi ütközeteit. Mindig kell egy barát, egy bűntárs, vagy éppen a nagy ő segítsége. A játék neve csapatmunka. És minél furcsább a kapcsolat, annál jobb. A tegnapi ellenfelek már a szövetségesek lehetnek. Mire gondolsz, ha meghallod az idegen invázió szavakat? Erre? Talán erre? Vagy éppen... Kik vagytok? A Marsról jöttünk, ne féljetek! De gondoltál egy kis tüskés, mindössze golflabda méretű tengeri lényre? Cuki, ugye? Tévedés! Történetünk a napsütötte Kaliforniában kezdődik. Ezek az emberek még nem tudják, de a helyi tengerekben dögvész pusztít. A tengerfenék nem e világi betolakodók martaléka, akik mindent felfalnak. Könyörtelen támadásuk alatt az óceánfenék sivataggá változott. De ez nem volt mindig így. E partmenti tengereket 15 éve még óriás hínár erdők borították. A hínár őshonos volt Kalifornia vizeiben. Erdőségeik évente több millió tonna széndioxidot távolítottak el a légkörből. Lombjaik között számos faj virágzott. Ebben az egykor nyüzsgő víz alatti metropoliszban nagyszerű volt az élet. Az egyetlen bosszúságot az okozta, hogy a tengeri sünök a hínárok hajtásait rágcsálták. De a tengeri csillagok akkor még kordában tartották őket. Mindez megváltozott, amikor a tengervíz emelkedő hőmérséklete pusztítani kezdte a csillagokat. Mivel a tengeri csillagok eltűntek, a sünk populáció robbanásszerűen megnőtt. Ez katasztrófa volt a hínár számára. Zsenge leveleit képtelen megvédeni a tengeri sünk fogaival szemben, amelyek még a követ is elrágják. Ma a hódító sünhordák egész hínár erdőket írtanak ki. Ezzel úgynevezett tengeri sün sivatagokat hoznak létre. Semmi sem állítja meg őket. Vagyis majdnem semmi.
Van egy hely a part mentén, ahol a tengeri sünök méltó ellenfelükre találnak. Ez a tengeri vidra birodalma. Rendkívüli tengeri vadász. A hínár erdők őrzője és a tengeri sünök szakértője. E ragadozó számára nincs könnyebb vadászat, mint a sünvadászat. Kemény tüskés héjak? Nem probléma. A vidrák az alját harapják át, ahol a legrövidebbek a tüskék. A svéd asztalt állalva. És a vidrák ezt ki is használják. Egyetlen vidra naponta akár 1000 sünt is elfogyaszt. Ez elég ahhoz, hogy megakadályozza a sünök féktelen térhódítását. Talán a fajok közötti együttműködés révén a partmenti hínár megszabadulhat a fosztogató sünöktől, és visszanyerheti korábbi dicsőségét. Mert ahol vidrák élnek, ott boldogabb a hínár, és egészségesebbek a tengerek. Így működik a mélység, az idegenek világa, a kapcsolatok bonyolult hálója, ahol a sorsok összefonódnak, és a segítség a legváratlanabb helyekről érkezik. De a dolgok nem mindig ilyen bonyolultak. Néhány különös kapcsolat sokkal egyszerűbb. Mint például a pisztolyrákok és szomszédaik a gébek között. A pisztolyrák megszállottan ás. Egész nap robotol, hogy eltakarítsa a törmeléket odúja bejáratától. Egyéb dolga amúgy sincs. Még élelmet is talál a megmozgatott törmelékkupacban. És mindezt úgy, hogy a szomszédja csak áll és nézi. Igen ám, de itt van a csavar. A géb az ő személyi testőre. Mert a pisztolyráknak van egy problémája. Csak nem vak és haszna vehetetlen a veszély észlelésére. Lássunk egy példát. Hiába van föld alatti erődítményed, ha nem tudod pontosan, mikor kell visszavonulót fújnod. És itt jön a géb a képbe. Hatalmas, kidüllett szemeivel felismeri a veszélyt, így tökéletes házőrző. Amíg a pisztolyrák a dolgát végzi, egyik érzékeny antennáját a gében tartja. Betolakodó! Cserébe a kis hal osztozni akar a kvártéjon. A rák pedig rááll az alkura. Ez a legkevesebb, amit megtehetsz életed megmentőjéért. Hallottál már toxikus kapcsolatról? Itt a kifürkészhetetlen mélységben ez nem is olyan rossz dolog. Nézzük csak e halálos románc egyik felét. Tengeri rózsáka vagy anemónák. Semmi közük szárazföldi névrokonaikhoz. És ártalmatlan külsejük se tévesszen meg. Mert ezek a micsodák gyilkosok. Akárcsak távoli, mozgékonyabb unokatestvéreik, a medúzák. A csápjaikon csípős csalánsejtekkel felfegyverzett tengeri rózsák mérgező kémiai koktélt fecskendeznek áldozataikba, ami megbénítja őket. Ennek a tengeri rózsának nincs ideje finnyáskodni. Így élve falja fel zsákmányát. Hát igen, minden szempontból ellenszenves fogyasztó. Amire ezek a szegény halacskák is hamarosan rá fognak jönni. Várjatok csak! Bármelyik pillanatban...
Különös. A tengeri rózsa nem támad. Mert szövetsége a bohóchallal örök szerelmi történet. Ezek a halak a melegebb, sekély tengerekben világszerte szaporodnak. Mindig partneri viszonyban a tengeri rózsákkal. Veszedelmes viszonyuk korán kezdődik. Ikráikat a tengeri rózsához közeli korallmélyedésekbe rakják. Ez a biztos módja, hogy távol tartsák az ikratolvajokat, akik tudják, nem ajánlatos a gonosz csápok közelébe merészkedni. Egy héttel azután, hogy kikeltek, a bohóc bébik továbbállnak. Ez a fiatal példány egyedül is vonza a nem kívánatos figyelmet. Előbb-utóbb jön majd valami, ami meg akarja enni. A túlélés egyetlen módja, ha megtalálja saját mérgező társát. Ez a tengeri rózsa tökéletes. A bohóchal egy nyálkaréteggel születik, amely immunitást ad a csípésekkel szemben. A ragadozók elől biztonságra lel, a csípős csápok pedig menedéket nyújtanak a bohóchalnak. De idelent ez egy kétirányú utca. Amikor a bohóchalak felnőnek, cserébe előzik a nagyobb halakat, amelyek a rózsacsápjaival akarnak táplálkozni. Kiviszi a szemetet, és még ételmaradékot is szállít. Bohóchalak nélkül a tengeri rózsák gyakran elpusztulnak. De ezzel a sajátos összefogással mindenki nyer. Tehát a lényeg, ha szorult helyzetben vagy, felbukkannak a barátok. De gondoljunk a magányosokra, a visszahúzódókra és a kitaszítottakra is. Barátokat szerezni nem könnyű, ha egyszerűen csak furcsa vagy. Emlékeztek még, amikor azt mondtuk? Ezek a micsodák gyilkosok? Most nézzük meg közelebbről. Még közelebbről. Most álljunk meg. Az ott, a tengeri rózsa kegyetlen csápjai között egy gyöngyhal. Ezek az angolna-szerű... próbáld újra. Gyöngyhalak előfordulnak. Amint látható, a gyöngyhalak képtelenek megvédeni magukat. Nyílt terepen az űrlényekre hajazó gyilkosok esélyt sem hagynak nekik. Ez a gyöngyhal kétségbe esetten keres búvóhelyet. Egy védtelen, mélytengeri lakos hátsó fertája éppen megfelelő hely. Na jó, emellett ne menjünk el csak úgy, jó? A tengeri uborka méretes, gerinctelen állat, amit egyesek két lábon járó vastagbélnek neveznek. Mindjárt kiderül, hogy miért. Egyszerű tengeri élőlények, többé-kevésbé fapados igényekkel. Bőrszerű kültakaró, szivacsos, csőszerű test. Belül pedig az emésztőrendszer mindkét végén nyílásokkal. A fejé végen ventilátorszerű csőlábaik kiszűrik a lebegő algarészecskéket, apró állatokat és a tengerfenék szerves anyagait. És ezzel elérkeztünk... Tiszta homok egyébként. A kakaszedő tudósok kiszámolták, hogy egyetlen zátonyon a tengeri uborkák évente 5 Eiffel-torony súlyának megfelelő homokot raknak le. Ők mondták, nem mi. És ez még nem minden. A tengeri uborka egyszerű. De amit mondunk, az is egyszerű.
Amikor bérrendszerük lebontja a homokot, kalciumkarbonát keletkezik, amit aztán kikakálnak. Ez csökkenti a környező víz savasságát, és segíti a korallokat kalciumkarbonátos vázuk kialakításában. Tehát létfontosságúak a korallzátonyok egészsége szempontjából. Igazán remek fickók! Annyira kedvesek, hogy amikor a gyöngyhal menedéket kér, a tengeri uborka szívélyesen fogadja. És a kis halaknak előnyös a nyitott ajtó politikája. Oda bent biztonságban van, mert a legtöbb ragadozó igencsak undorodik a tengeri uborkától. Amikor a tengerfenéken vándorol, a gyöngyhal új táplálkozó helyekre jut, miközben otthon marad. Étel, szállás, ingyen fuvar, na ez aztán a gyöngy élet. De hogy a tengeri uborka mit nyer ebből a bizarr kapcsolatból, azt sose fogjuk megtudni. A legjobb kapcsolatok a kölcsönösségről szólnak. De mi van, ha az adó és az elfogadó soha nem találkozik egymással? Soha nem érintkeznek egymással? A csodabogarak hóbortos világában attól ez még nagyon fontos kapcsolat. Mint a remeterák és a kölcsönvet páncél készítője közötti viszony. A remeterák igazi nomád. Bárhová megy, megy vele az otthona is. De a csigahéj csak megörökölt darab. Sok más rákforma lényel ellentétben a remeterák nem tud sajátot növeszteni. Ezért puha testűekkel társul, nyálkás, csigaszerű lényekkel. Persze valójában csak a házukkal. És csak azután, hogy a gazdájuk levetette őket. Első osztályú ingatlan. Viszonylag könnyű, és megvéd a támadástól. De ezeknek a rákoknak minden páncél csak annyira jó, mint a következő. Minden alkalommal, amikor kinövik, el kell dobniuk, és újba kell költözniük. Szakadatlan, életre szóló hajsza. De a világ változik körülöttük. Hirtelen idegen lények veszik körül őket. Mi? Emberek. És mi tönkretesszük az egyetlen otthont, amit a remeterák valaha is ismert. A ciklonok pusztítása nyomán Dél-Kelet-Ázsia tengerpartjait szemét borítja. Különösen nehéz időszak ez a remeteráknak. Kevés a csigaház. De a sok törmelék között gyakorlatias megoldás kínálja magát. A puha testű populáció csökkenésével új, totálisan szétszórt partnerre találtak. Ránk. Palack kupakok, mérő poharak, filmtekercses dobozok, ami belefér. A strandok hamarosan hemzsegnek majd a hulladékrobot éljenek hibridjeitől. Félig rákoktól, félig műanyagtól. Nem kifejezetten igazodnak a rákok körvonalaihoz, de senki sem panaszkodik. Kétségbe esett idők, elkeseredett módszerek. A csendes óceán északi részének korallhasadékai mélyén él egy nem túl médiaképes arc. Ez a szörnyecske úgy néz ki, mint aki földön kívüli iskolát végzett. Pedig az életmódja olyan, mintha az 50-es évekből lépett volna elő. Ennek a hímnek a küldetése feleséget találni.
Kidőlt, bedőlt fogazatával, foltos, ragyás bőrével és kígyóbűvölő tekintetével a farkas angolna nem fog szépségversenyeket nyerni. De törődik is ő azzal, amit a világ gondol. Csak egy véleményre ad igazán. Ennek a nőstény angolnának a véleményére. Te az enyém, én a tied, most és mindörökké. Ez járja a farkas angolnák világában. Kettejük gyengéd, régi módi viszonya hallatlanul ritka a tenger alatt. Régi módi vagy sem, ami ezután következik, nem lehet meglepetés. Az utódok születése. Egymásba fonódó tekervényeik közt biztonságban van kapcsolatuk gyümölcse, ez a 10 000 újonnan lerakott halpete. A szerető hím e pillanattól fogva ivadékainak védelmezője. A szülők 4 hosszú hónapon át őrzik értékes terhüket. Ez ám a teljes idejű állás. Az éhség hamarosan kiűzi a hímet a meghitt fészekből. A reggeli tálalva. Így már érthető, hogy a fogsora miért nincs a legjobb formában. De minden télen újakra cseréli régi, leharcolt fogait. Miután jól lakott, visszatér odújába, hogy helyet cseréljen a párjával. Úgy bizony, csak látszólag hasonlítanak földön kívülire. A mindennapjaik általában nem olyan furcsák. Valójában az egész életciklusuk meglehetősen hétköznapi. Nőj fel, találj társat, tegyél ételt az asztalra, alapíts családot. Újra, és újra, és megint újra. És ez így megy egész életükben. Csak egy dolgot nem kell megtenniük. Nevelni a furcsa külsejű, de egyébként nem túl feltűnő utódaikat. Miután kibújtak, a porontyok magukra maradnak. Elindulnak a csendes óceán északi tájai felé, hogy megteremtsék saját szupernormális, átlagos, prózai jövőjüket. Az egymás segítő szövetségesek ideális polgárok. De vannak fura figurák is a mélységben, amiknek nincs mit felkínálniuk. Arra adták a fejüket, hogy másokat lenyúljanak. Köszöntsük a potya utasokat! Szánjunk egy tűnő gondolatot a remórára. Alulról nézve egy teljesen átlagos hal. De felülről? Ez a hal egy tartós használatú, szívókorongos alien sisakot visel. Ez a természet mérnöki csodája. A fejkorong olyan eszköz, amely segít a remórának áthidalni egy döntő hiányosságot. A felhajtó erőt szabályozó léghólyag nélkül nehezen tud normális halként funkcionálni. Például úszni és a felszínen maradni. Így, ha utazni akarnak, ezek a szivató halak bandákban várják, hogy elfuvarozzák őket. A hajóroncs egyfajta állomásként szolgál, mint a nagy központi pályaudvar. Egyes számú tranzitútvonal, zátonycápák. A zátonycápák a gyors vonat. Gyorsan úsznak, és szinte mindig van étkezés a fedélzeten.
remek választás a sietős remóráknak. De az utazóknak más lehetőségeik is vannak. Kettes számú tranzitútvonal, óriás cetszápák és ördögráják. Ők a féle tengerjáró hajók. Nem olyan gyorsak, de kifejezetten tágasabbak. És valószínűbb, hogy nagy távolságokat tesznek meg. Ez egy lehetőség, hogy a remórák jobb táplálkozó helyekre jussanak, és akár új társakra lejjenek. A remórák felszállnak, még egy dugongra is. Tényleg, miért nem sétálnak inkább? Néha a kapaszkodás nehézségekbe ütközhet. De a tapadókorong alatt érzékelők jelzik, ha csökken a szívó hatás. Ez időt ad az újraigazodásra. Nincs mindenkinek ínyére a társas utazás. Az óceánlakóknak a hidrodinamika a mindenük. A vízben való könnyed, minél kisebb ellenállással történő mozgás a tengeri közlekedés alapja. A ránk tapadó, ide-oda csüngő halak ezt megnehezítik. Igazuk volt a rómaiaknak, amikor remórának nevezték el őket, ami latinul akadály. A remórák olyanok, mint a stopposok, akik ingyen utaznak, de végül úgyis leszállnak. Ám vannak olyan potyautasok, amik nem hagyják abba. Soha. Egész életükben vendéglátóikon élősködnek. Vegyük például a kacsalábú rákot. Igen, ártalmatlanul megtapadhatnak a sziklákon, de van egy csúnya szokásuk, hogy élő, mozgó élőlényekre is rátapadnak. Örökre. Az egész itt kezdődik. Bébi rákok. Néhány röpke hétig szabadon úszkálnak. Életüknek ezt a szakaszát, ezt a rövid időszakot úgy hívják letelepedés. Ekkor döntik el, hol akarnak élni életük hátralévő részében. Amit ezek a ráklárvák akarnak, az egy modern, mozgékony társ. Senki sem tudja, mikor és hogyan másznak fel a fedélzetre, de megteszik. A teknősök ehhez jó felületet kínálnak. És persze ezek a fickók. Valójában manátuszok, nem dugongok. Ugyanolyan lassúak, és a potyautasok épp olyan könnyen kapaszkodnak meg rajtuk. De mindközül a legjobb szálláshelyek a bálnák. Ezek az élő, lélegző, víz alatti léghajók a hús és a zsír mozgó szigetei. A korszerű környezetre vágyó lárváknak a bálnák igazi főnyeremény. Cementáló enzimek segítségével olyan helyekre tapadnak, mint a fej és az áll, ahol a vízáramlás egyenletes. Így amikor planktonokban gazdag vizeken haladnak át, ízletes falatokhoz jutnak. Például így. Persze, ezt egy sziklán vették fel. Kizárt, hogy az operatőrünk ilyen közel kerüljön egy bálnához. Bíz bennünk, a kacsalábúak mindenhol ugyanúgy működnek. Mivel a bálnák egész évben vándorolnak, ezek a rákok ingyen eljutnak a tápanyagban gazdag vizekbe, és folyamatosan táplálkoznak. Na de mi a helyzet a bálnákkal? Hát, ők sem teljesen balekként jönnek ki ebből a kapcsolatból. A bálnák megküzdenek a párjukért. Jól jön ilyenkor egy kézreálló boxer. A kemény kacsalábúak adnak egy kis élt az ütéseiknek, és néha páncélként is beválnak, ami segít elviselni a pofonokat. Szóval, a remóra idegesítő, de átmeneti. A kacsalábú rák egy életen átmarad, viszont nem igazán árt. A potyautasok csak opportunisták? Vagy elindultak a csúszós lejtőn? Színre lép a Harlequin Garnéla. Egy hím és egy nőstény élelem után kutat.
Mindjárt az elején leintenek egy fuvart. A tengeri csillag tökéletes szállítóeszköz. Ám a groteszk rák túlzottan is szó szerint veszi a fogni egy taxit fogalmát. Mert a tengeri csillagok nem csak arra valók, hogy elvigyék A-ból B-be. Történetesen ez a kedvenc eledelük is. Hát így állunk. Ez a két kecses garnéla egy bűnöző páros. Hogyan emeljük a fedélzeti étkezés színvonalát? Mi lehet jobb módja annak, hogy frissen tasd az ételt, mint hogy ráugorj és elropogtasd? Mindezt úgy, hogy közben még mindig utazol. Néhány tengeri csillagnak azonban van rá ötlete, hogyan rázza le magáról a halálos párost. Míg a kiéhezett garnélák arra koncentrálnak, hogy jól lakjanak, a kétségbe esett fuvaros eldobja a karját. Egy trükk, hogy elterelje a gyilkosok figyelmét. Így talán sikerül kereket oldania. Ha a terve beválik, később visszanövesztheti az elvesztett végtagot. De nem olyan szerencsés. A levetett kar csupán egy pillanatra vonja el a gyilkos pár figyelmét. Már is ott lihegnek a nyakán. Felpörögtek az események. Ami az egészségtelen kapcsolatokat illeti, egy kar elvesztése a folyamat során csak habatortán. Ahol egyesek rémes idegen szörnyeket, mások barátokat látnak. És fordítva. Itt lent is minden csak nézőpont kérdése. Kint a tengerfenéken a rákok, a balekok. Páncéljuk a legyőzhetetlenség illúzióját kelti. De ez nem mindig elég. Következzen a tűzsüne. Mérges tüskéikkel felfegyverkezve minden tekintetben gonosz ügyfelek. De némelyek számára e tüskés szörny szülöttek a megmentők. Tüskéik áthatolhatatlan mobil erődítményt alkotnak. Jó tétemény az ostromlott rákoknak. Mint ezek a kis fickók. A zebrarákok egész nap és egész éjjel tüzes szekereken száguldoznak. Egyszer sem szállnak le. A sün megvédi őket a potenciális gyilkosoktól, és magával viszi őket. És hogyan mutatják ki hálájukat ezek a potyázók? Azzal, hogy lassan észrevétlenül elrágcsálják a sün szövetét táplálékgyanánt. Az okozott kár azonban olyan minimális, hogy a sünök nem pusztulnak bele. És a rák család is megtalálja a módját, hogy jóvá tegye a bűnét. Azzal, hogy a feje tetejére állítják ezt a szokatlan viszonyt. Ennek a ráknak a módosult hátsó lábai egy célt szolgálnak. Hogy cipeljék a sünöket. A fejdíszként viselt mérges tűpárna féken tartja a ragadozókat. Élősködő rokonaitól, a zebrarákoktól eltérően a hordozórák nem csak igénybe vesz, hanem szolgáltat is. A teljes idejű védelemért cserébe a rák gyorsabban elviszi a sünt az új táplálkozó helyekre, mint ahogy azt saját csöves lábán megtehetné. Mintha egy sofőr állna készenlétben. Csak az a hátránya, hogy oda mész, ahová ő akarja. És nem fordítva. És mert ennyire kíváncsiak vagytok, igen, ez azt jelenti, hogy lehet rákot tartani. Egy sünön lovagol, amit rák visz a hátán. A testőrök hordozása a védelem érdekében olyan hatékony, hogy egy másik rák is rákapott erre az ügyes trükkre. Ennek a pompomráknak a fodros csipkés ollói valójában nem is csipkés ollók. Ezek az idegenszerű csápos függelékek,
halált hozó tengeri csillagok. Emlékeztek rájuk? Medúza család? Mérgező? Gyilkos? Mindezt a védtelen rák is tudja. Ezért tart két kis tengeri rózsacsokrot az ollóiban, mint egy ijesztő pompomlány. Arra tökéletes, hogy elriassza azt, aki túl közel jön. És ez még nem minden. Viszonzásul, amikor a rák táplálékot keres, a tengeri rózsák ételmaradékot és több oxigént kapnak az áramló vízből. A változatosság kedvéért a történetnek happy endje van. A rák és a tengeri rózsák együttműködése kitűnő példája annak, hogy két teljesen különböző élőlény jól kijön egymással. Vannak más szövetségek is az idegenek világában, ahol a ragadozók és zsákmányaik félreteszik nézeteltéréseiket a közös jó érdekében. A föld idegen mélységeiben léteznek olyanok, akik megfejtették a túlélés kódját. Erről van szó. Nem minden gyilkos akar elkapni téged. Addig, amíg hajlandó vagy segíteni neki. Mert a ragadozóknak is vannak saját problémáik. Bőrparaziták. Idegen óceánokon mások a szokások. Furcsa problémákra még furcsább megoldások. Tisztító állomások. Kijelölt biztonságos no-kill, vagyis ne ölj zónák, ahol egy csapat vállalkozókedvű kis csodabogár takarító szolgálatot tart fenn. Kis műhelyük már is nyitva áll. Az üveggarnélának megérkezett az első kuncsaftja. Egy gömbhal. A garnéla hozzálát. Felfalja a parazitákat és a hal testének elhalt bőrét. A gömbhalnak vissza kell fognia a természetes vadász ösztönét. Mert egy ekkora garnéla éppen ideális falat lenne. Az átony kimondatlan békepaktumának köszönhetően a garnéla maradéktalanul koncentrálhat a feladatára. Közvetlenül fölötte dominósügérek lebegnek várakozón. Várják, hogy a garnélarák kiűzze a parazitákat. És most jön a trükkös rész, a mély tisztítás. A kopoltyú a paraziták kedvenc búvóhelye. Ha nem ellenőrzik, megfertőzhetik, sőt, meg is ölhetik a gömböcöt. De a garnéla a megfelelő módon jár el. Szakszerűen kipiszkálja őket. Bejár minden zegzugot és rést. A világ többi tisztító állomásán is mindig élénk a forgalom. A takarítók a sietősebb ügyfeleket menet közben látják el. A tisztogató halak eltávolítják az elhalt, sérült pikkelyeket. És még a nyálkatermelést is szimulálják, ami gyakran a halak immunrendszerének első vonala. Ami az ügyfelek számára a legfontosabb, valószínűleg fantasztikus érzés. Ki ne szeretné a hátmasszást? Jaj! Még a természete titokzatos mélytengeri szörnyszülöttje, a holdhal is. Ez a lassan mozgó, farok nélküli óriás határozottan túlvilágiak tűnik. Pedig ő az apró gömbhal távoli unokatestvére. Csak hogy ő 3 méter hosszú és 1 tonnát nyom. Az majdnem akkora, mint egy kisebb autó. Általában a trópusi óceánok legmélyebb, legsötétebb szakadékaiban szeret vadászni. De ma fellátogatott a felszínre. Mert ma van a gyógyfürdő napja.
egy kis hámlás, egy kis napozás, és megszabadulás a nyüzsgő parazitáktól. Az olyan takarítók, mint ezek a zászlós halak, élvezik az élősködő lakomát. Mert minden egyes holdhalon akár 54 féle parazita is lehet egy adott időpontban. Ha nem lennének az elhivatott tisztogatók, ezek a vérszívók ellepnék az óriás halakat, és rengeteg kellemetlenséget okoznának nekik. A tapintatlanok kezében ez veszélyes munka lehet. De az evolúció segített a tisztogatóknak elsajátítani az étkezés kifinomult művészetét anélkül, hogy maguk is étvágyfalattá válnának. Az összefogás és a közös munka a kölcsönös előnyök érdekében a legbiztosabb út a túléléshez, itt az alienek mélységében. Amikor kicsi vagy és erőtlen, a fajtáddal való együttműködés nem csak előnyös, hanem szükséges is. Az Indonézia körüli tengerfenék fölött sötét felhő lebeg. Idegenek előre nyomuló hada, amely megigéző, hipnotikus, bajjóslatú. Ezek fiatal, csíkos korallharcsák. Összehangoltan közelednek, mozgásuk egy nagyobb állatot utánoz. Félelmet keltenek a ragadozók szívében, akik készséggel megtámadnának és felfalnának egy magányos harcsát. Legyőzhetetlenségében bízva a raj táplálkozni kezd. Lenyűgöző gőzhenger módjára tökéletesen átfésülik a tengerfeneket. A hátul lévő halak átúsznak az előn lévők fölött, hogy ismét előre kerüljenek. Így a tengerfenék egyetlen pontja sem marad ki, míg gerinctelenek és algák után kutatnak. Amíg az első sorok az iszabban turkálnak, a hátul lévők a ragadozókat figyelik. Egyedül a szalagos múréna tesz egy kísérletet. A fiatal harcsáknak azonban van egy titkos fegyverük. A mérgező mell és hátuszony tüskék. A múréna kap belőle egy kis kóstolót. Vissza a formációhoz, ifjú szökevény! A murénának pedig újratervezés indul. A sűrűn tömött, csillogó, alakváltó harrajok összezavarhatják az átlagos ragadozókat. De vajon megállják-e a helyüket a bolygó legokosabb elméivel szemben? Túl sokáig kerestük az intelligens életet a fejünk felett. Pedig lefelé, az óceánokba kellett volna jeleket sugároznunk. Mert ott találjuk a bolygó második legnagyobb agyát. Nagyobb IQ-val, mint a csimpánzok és a gorillák. Idegen intelligencia? A dobogó felső fokán az orkák. Más néven kardszárnyú delfinek. Rendkívüli intelligenciájuknak köszönhetően bolygónk összes óceánját uralják. Ez a Föld felszínének több mint 70%-a. És több mint 6 millió éve. Régebben, mint amióta mi e bolygón járunk. Talán tényleg hiperintelligens lények. Nem meggyőző? Akkor tegyük próbára az értelmüket. Bemutatjuk a tesztalanyokat. Éhes norvég orkák. És íme, amit keresnek? Nagy heringrajok. Zsíros, lédús, gazdag fehérje forrás. És itt van a probléma. Mint korábban kiderült, a szorosan összezsúfolt, gyorsan mozgó kishalakat látványosan nehéz megfogni.
Nem utolsó sorban, ha egy 6 tonnás fenevad vagy, fedezék nélkül. Erre keresnek megoldást. Óra indul! Most! Első lépés. Bekapcsolni titkos szuperképességüket, a visszhanglokátorokat. A kibocsátott majd visszaverődő hanghullámok révén mentális képet nyernek bármiről, ami az útjukba akad. És bele is látnak. Mint egy röntgenfelvételen. A heringek csábítóan közel vannak. Második lépés. Csapdába ejteni a kis halakat. Az orkák leghatékonyabb fegyverükhöz fordulnak, az agyukhoz. Senki sem tudja pontosan, hogyan kommunikálnak, de az orkák agya rövid időn belül szinkronba kerül. A csapat egyesült erővel tereli a heringeket a sekély vizek felé. A kis halak most a tengerfenék, a part és az orkák közé szorulnak. Harmadik lépés. A gyorsan mozgó halakat mozgásképtelenné tenni saját kábító fegyverükkel. A farkukkal. Az erőteljes farokcsapások elkábítják a kis halakat. A pofoszkodó orkák pedig egyenként szedik le őket. Játék! Játszma és mérkőzés. Társas lények? Pipa. Probléma megoldó agyak? Pipa. Fenomenális szuperképességek? Pipa és Pipa. Vagyis ezek az óriások akár földön kívüliek is lehetnének. Akik tömegesen alkalmazkodtak a furcsa és barátságtalan környezethez, hogy az ismeretlen óceánok királyai legyenek. Közös munka. Működik. Mert végül is minden lénynek, amely ezekben az Isten háta mögötti mélységekben él, ugyanaz a célja. A túlélés. És ahogy az lenni szokott, minél sajátosabb a probléma, annál furcsább a szövetség. A mélységben. Ebben az idegen világban.